95-8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Gyerekkorodra emlékszem, hogy egyébként viszonylag távol töltöttél belőle pár évet. Így van, egész pontosan Pakisztán az ország neve, és egész pontosan Karacsiban születtem, amit úgy kell elképzelni, hogy 20 millióan laknak egy városban, tehát kétszer annyian, mint Magyarországon. Valahogy most, ha most, tehát hogy visszagondolok, akkor nyilván furcsa, tehát álomszerű, ami ott történt. 11 éves koromig éltem ott, és nyilván nagyon-nagyon sok minden emlékszem. A Közel-Kelet egyik legszebb helye volt annak idején, mit tudom én, 30-40 évvel ezelőtt. Most azért ott viszonylag más a helyzet. Igen, hát azért akkoriban is katonai diktatúra volt, szóval azon a környéken, ahol mi laktunk, ott nem kellett félni, viszont voltak veszélyes helyek is, ahol nem volt túl célszerű arra menni. Viszont, hogyha ott laktál, akkor a saját életeddel is fizethettél. Szóval, hogy eltelt pár év az életedből, azt hiszem valamikor 11 éves voltál, amikor fogtátok magatokat. Ugye, igen, édesanyám budapesti származású, ő magyar, és tulajdonképpen mi születésünktől kezdve négyen vagyunk testvérek, és magyar állampolgárságot kért édesanyám. Ő egyébként a Magyar Követségen is dolgozott, és ez egy terv volt, hogy mi majd Magyarországon fogunk felnőni, csak az volt a kérdéses, hogy mikortól. Azt én értem, hogy te ott születél Karacsiban, Pakisztánban, és ott töltöttél 11 évet az életedből, és nyilván ugyanúgy élted a gyerkőcök életét, mint ahogy nem tudom, New Yorkban élik a gyerkőcök életét, vagy Budapesten, de azért az mégis más, tehát hogy nekem, vagy nekünk innen Budapestről kiindulva az, hogy valaki ott 11 évet eltölt Pakisztánban a gyerekkorából, az olyan mesébe élő, mint hogyha az 1001 éjszaka mesébe csöppentem volna hirtelen. Találtad a szöget, ez így is van, és most ugye idősebb fejjel, ugye idén töltöttem be a 40. életévemet, és innen visszagondolva valóban mesének tűnik az egész, tehát mint ami meg sem történt volna, egy abszolút egy más kultúra, ott ugye a vallás is teljesen más, illetve nekem szerencsém volt, mert édesapám elég liberális volt, mivel elvett egy fehérbőrű nőt, így nekünk nagyon sok mindent lehetett, amit mondjuk egy ottani embernek nem. Ebből nem volt neki problémája, mert ott azért vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani. Elég szigorú szabályok. Így van, elég szigorú szabályok, viszont ő volt az első szülött férfiú, aha, aki a családi hagyományokat kell, hogy tovább vigye, és emiatt senki nem merte mondani. És aztán fogtátok magatokat, és akkor ugye ötösben jöttetek Magyarországra. Ötösben jöttünk. 11 éves voltál. Nagyon más életet kaptál itt, vagy kaptatok? Nagyon más. Sokkal, hogy mondjam most egy szóval. Figyelj, egy tehát, hogy én úgy mondanám, én nem az egyszerűbbet mondtam volna, hanem azt mondtam volna, hogy figyelj, mintha ilyen szabálytalan életbe csöppentél volna, a sok-sok szabállyal szegezett élet után. Én csak annyit mondanék, hogy viszonylag mi ott egy középpolgári osztályban, majd középpolgári életet éltünk, és Magyarországon egy édesanyámnak nem volt senki. Tehát most nem akarom itt mondani, hogy milyen körülmények között éltünk, elég nehéz volt a megélhetés, illetve anyukámnak hirtelen ugye munkához kellett jutnia, hogyha életben akarunk maradni, és azért ez egy keményebb időszak volt. Nem is arra gondolok, hogy anyagi helyzetből kifolyólag, hanem hogyha vallási vagy az életbeli szabályokat veszem, ott azért nyilván másabb. Másabb, édesanyám mindig is keresztény volt, tehát hogy ez különösebbképp ugye nem okozott problémát. Apukám kint maradt. Ő muzulmán volt. Nem gyakorolta annyira a vallást, nyilván a család azért eznek nem örült, viszont mi ebből a szempontból sokkal liberálisabbak lehettünk már gyerekként is. Hagyjuk is, hogy kinek milyen a vallása, megérkeztetek ide Magyarországra, és akkor ezek szerint, tehát az iskolák nagy részét már itt végezted, de akkor ott is kellett iskolába járnod, tehát hogy jártál Karacsiban iskolába. Általános iskolába valóban jártam, viszont azért itt van egy elég fontos dolog, nem beszéltem magyarul. Én vagyok a kis Zolika, megérkeztem, és akkor igen, az van, hogy... Igen, berakott egy iskolába, és körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy kínai iskolába rakott volna be téged, és semmit nem értettél. Tehát ez így kell elképzelni. Elszaladta, elsírom magam, és elszaladom. Tehát ezt csináltam volna körülbelül. Hát oda voltam látszolatban, nem tudtam hova futni. Viszont ugye teher alatt nő a pálma, elég gyorsan sikerült megtanulnom ezt a nyelvet. Hozzáteszem, hogy a ragozás az még a mai napig is sokszor problémát okoz, viszont ez egy nagyon nehéz nyelv. Én azt gondolom, hogy azért sikerült gyorsan elsajátítani, mivel édesanyám kiskorunkban elég sokat beszélt hozzánk magyarul, viszont mi ebből semmit nem értettünk. De akkor neked most mi az anyanyelved? Magyar. De azt utána később tanultad, meg 11 igen, éves koromban. Előtte milyen nyelven beszéltél? Urdu az ottani hivatalos nyelv. Ez egy ilyen hindu, meg az arab nyelvnek, a perzsa nyelvnek a keveredése. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor te most arabul beszélsz, vagy indiaiul beszélsz? A kettő között van. Ez is a visszafelé írás? Igen, abszolút. Sose tudtam írni egyébként. Az nem megy? Nem, nem ment. Ott se iskolában. Valaki tudja, igen, azt írni. De nem ment. Sajnos meg is buktam. Megbuktál urduból? Urduból, igen, urdu nyelven megbuktam. Igazság szerint helyet cserélt a két nyelv, és már nem tudok urdul. Tehát ha kérdeznél bármit is, sajnos nem.
Hát figyelj, nem szerintem nem fenyeget az a veszély, hogy a következő egy órában bármit is kérdezek tőled, urdul. Sose lehet tudni. Vagy hogy megmondom, hogy létsz, és urdul válaszol. És az anyanyelvedet, ezek szerint most már azt, amit most anyanyelvednek tartasz, azt mennyi időn tudod elsajátítani. A magyar, azt mondják a külföldiek, hogy az egyik legnehezebb. Legnehezebb nyelv. Mondom, nekem szerencsém volt, mivel sokat beszélt anyukánk magyarul. Egy év biztos, hogy volt, viszont 3 év azért kellett ahhoz, hogy hibátlanul beszéljük. Mind a testvérem nevében mondom. 11 éves korodban bekerültél ugye az iskolába, ez azt jelenti, hogy akkor kb. Negyedikes voltál, vagy valami. Így van, negyedikes voltam. És akkor negyedikes korodtól... Meg is buktam. Nyilván, mivel nem értettem semmit, és képzeld el, hogy nagyon vicces, mert az öcsém, aki egy évvel fiatalabb volt, ő is negyedikes volt, tehát egy osztályba jártunk, és valami oknál fogva a pótvizsgán neki sikerült, nekem tehát nem. Ő tovább ment, én meg nem, és mindenki mai napig azt hiszi, hogy ő a bátyám. Itt nem volt furcsa, hogy bekerültél az iskolába Magyarországon, és akkor az volt, hogy te, aki 11 éven keresztül ugye Karacsiban éltél, és akkor nem tudom, urdu irodalmat és nyelvet tanultál, hirtelen jött az, hogy magyar nyelv és irodalom. Igen, viszont mi az angol iskolába jártunk, tehát brit, ugye brit gyarmat része volt, ez egy angol nyelvű iskola volt, és nagyon sok tantárgy angolul volt, szóval az volt a szerencsém, hogy angolul viszonylag jól beszéltem. Mikor volt az első pont, vagy mikor volt az az időpont, amikor azt mondtad, hogy jó, most már jól beszélek magyarul, most már meg tudom magam értetni, akár egy közérben, vagy akár egy, mit tudom én, edzésen is, akárhol. Ez magától jött, tehát hogy erre nem kellett külön odafigyelni. Viszont a kamera előtt nagyon oda kellett figyelni. Az teljesen más, amikor élőben az ember beszél. Az egy dolog, hogy beszél, mert ugye két dolog van ebben. Az egyik az, hogy meg kell tanulni beszélni. Az nyilván könnyebben megy, mert figyelsz. Viszont meg kell tanulni írni is. És ugye te egy olyan környezetből jössz, ahol egyébként még az ABC, az írás is más. Tehát ugye a betűket is el kellett sajátítani. Habár, hogyha angol iskolába jártál, akkor viszont a betűk ugyanazok. Igen. Én nem tudom, szerintem ez egy veleszületett adottság, hogy angolul meg tudtam írni. Szóval magyar írása nem volt gond. Inkább az ékezetekkel, meg a ragozással, ugye a igen, szóval ezekkel nagy problémám volt, még a mai napig is, de hol tanul az ember is. Fejlődök. 11 éves korodban volt az, amikor jöttetek, és akkor azt mondtad, hogy az egy nagy váltás volt, mert ott értetek egy közép osztálybeli családban, aztán utána itt meg az volt, hogy akkor hirtelen minden a nyakatokba szakadt, és akkor oda kellett figyelni, anyukádnak hirtelen munkát kellett találnia. És ezzel együtt bekerültél az iskolába, azt mondtad, hogy nagyon rosszul érezted magad. Mikor volt az első pont, amikor azt mondtad, hogy most már jól érzem magam itt Magyarországon. Most már az van, hogy akkor nekem ez tetszik, én szeretek itt lenni. Igaz, hogy nincs annyira jó idő, mint Pakisztánban, hanem itt 4 évszak van, de most már az van, hogy ez nekem ilyen otthon. Uh-huh. Húha, szerintem ez évek múlva, amikor felkértek egy szerepre, hogy énekeljek egy főszerepet az iskolán belül, és nyilván onnantól kezdve mindenki tisztelt és elismert. Szerintem olyan negyedik, ugye kétszer jártam a negyediket, ugye már másik iskolában a repetát. És tulajdonképpen szerintem 7 éves lehettem, amikor nem 7 éves, na 7-es, bocsánat, 7-es lettem. Tehát ilyen 17 éves korban, 18 16, éves korban. Legyen 16, akkor lehet, hogy 6-7, amikor úgy azt éreztem, hogy a helyemen vagyok, és jó, hogy itt vagyunk. Itt az ideje, hogy bemutassalak, hiszen ezt eddig nem tettem meg. Belecsaptunk az egésznek a kellős közepébe. Hölgyeim és uraim, velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, itt a 95.8 Sláger FM-en, Mudzsahid Zoli. Köszöntelek, örülök, hogy jöttél. Köszöntelek én is, és Aniz, vagy hallgatókat. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést Zolival. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Mudzsahid Zoli, énekes, előadó művész, talán ezt is mondhatom, majd rátérünk arra a bizonyos koncertre, vagy inkább előadói estre, ami lesz majd hónap végén, és egyébként már korábban volt a bemutatója Egerben, ha minden igaz. És Budapesten is volt tavaly. Na, szóval, hogy Szécsi Pált idézed majd meg, vagy idézitek majd meg, sztárvendégeddel, sztárvendégeiddel, de előtte még vissza oda, hogy akkor 11 éves korod itt, te ugye Pakisztánban éltél, hiszen az édesapád pakisztáni származású, aztán jöttetek családdal, majd ide Budapestre, Magyarországra, és aztán bekerültél az iskolába. Ez egy dolog, hogy elkezdtél itt élni a teljesen más világ után, sok-sok ezer kilométer távolságból, vagy bam. Aztán utána egyszer csak megjelent az életedben a zene. Vagy az már korábban megjelent? Az már nagyon-nagyon korán megjelent. Tulajdonképpen 3 éves lehettem, amikor is a szüleim azt gondolták, hogy valami komoly bajom van.
hogy folyamatosan, ha zenét hallottam, akkor ilyen furcsa arcokat vágtam, és elkezdtem táncolni, ütögetni mindent. El is vittek egy Azt mondták, hogy valami bajod van. Igen, el is vittek egy agyspecialistához megvizsgáltatni, hogy jól van a gyerek. Nem származom zenész családból, tehát így nem tudták, hogy mi bajom van. Elég hamar kiderült, hogy épp agyú vagyok, és a zenének kéne teret adni. És így 3-4 évesen egy mester járt hozzánk külön órára, aki foglalkozott velem, és emlékszem, hogy 5 éves lehettem, amikor először tömeg előtt énekeltem. Egy indiai hangszeren, ennek az a neve, egy harmónium, az egyik, olyan, mint a harmonika, csak mint a lelene téve, bal kezeddel fújod, jobb kezeddel játszol, illetve énekelsz. És versenyeket nyertem meg. Azt hinné az ember, hogy nyilván egy ilyen egyszerűbb hangszerhez kerül hozzá, kerül közel valaki, aki elkezd zenével foglalkozni, és hogyha arról a részéről jössz a világnak, akkor nyilván a szitár lett volna a legegyszerűbb. Nem csak a szitár, a harmónium az ugyanolyan népi Igen. hangszer, az is egy indiai népi hangszer, és a rágokat tanultam, az egy indiai népi zene. Micsodát? Rág, raag. Aha. Életemben nem hallottam erről. Majd nézz utána. Köszönöm. Szóval indiai népi zenével kezdtem el foglalkozni, majd szépen lassan mentem a pop irányban, és mikor Magyarországra jöttünk, már tényleg számos verseny volt mögöttem, és rutin. Nem csak verseny és rutin volt mögötted, és nem csak 5 éves korodban álltál először nagy tömeg előtt és énekeltél. Egyébként jut eszembe az mi volt, arra emlékszel még, hogy 5 éves korodban neked énekelni kellett? Nem, fogalmam sincs, pedig videók is vannak, de nem. És nem nézem meg, nem. Nehogy véletlen Igen. rossz irányba vigyen el. Aztán utána megvolt az általános iskola, és akkor utána jöttek a különböző konzervatóriumok, meg volt egy kis zeneművészet. Igen, időközben megismerkedtem ugye magával az, mindig is vonzott az amerikai zene, de azon belül a jazz stílus, a swing, és magán órákra elkezdtem járni, kitanultam magam, majd jött a konzervatórium, később ugye a Zeneművészeti Egyetem. Te klasszikus zongoraszakra jártál, minden igaz? Igen, igen. És akkor miért nem klasszikus zenész lett belőle? Bevallom őszintén, hogy nagyon-nagyon tetszik a klasszikus zene is, csak én annál kreatívabb vagyok, meg inspiratív, hogy szeretek dalon belül is új dolgokat megcsinálni. Meg az, hogyha valaki klasszikus zenész, akkor egyébként, tehát, hogy beül a zongora mögé, és akkor pontosan lejátsza, vagy beül egy szimfonikus zenekarba, vagy egy akármilyen kvartetbe, szextetbe, akármiben, és akkor ott megcsinálja. Az, hogyha egy kicsit elmész más irányba, akár jazz irányba, akár pop irányba, ha bár, hogyha a popot vezem, akkor ott is megírt dalok vannak. Megírt dalok, de az lehet máshogy is énekelni. Tehát ez menne a jó. Ez már a te szokmád, de ezt te értesz, viszont a jazzben, tehát hogyha a jazzben leütsz a zongora elé, akkor lényegében egy dalon belül, ami effektíve 32 perc, azt csinálsz, amit akarsz. Igen, azért nem azt, nyilván megvannak a játékszabályok, viszont azért az egy nagyon-nagyon fontos, hogy is mondjam, fejleszti a belső érzéket. Tehát, hogy a jazz az valami elképesztő, amit adott nekem. Miért zongora? Azért, mert az a bizonyos hangszer, amit említettél, a harmónium, azon már volt a billentyűk, abból indultál ki? Abból indultam ki. Egyik kéz megvan, akkor már csak a másikat kell megcsinálni. Igen, csak fújtam utána meg. Igen. Jó, elvégezted azt is, és akkor egyszer csak nyilván valahogy is valamikor megfertőzött a pop, mert hogy ebbe az irányba indultál el. Hiába vagy egyébként jazzzenész, mégiscsak egy pop énekes, pop előadó vagy. Igen, az egy nagyon jó kérdés. A pop mindig is a szívemben volt, lesz is, és én egy pop előadónak tartom magam. Igen, és egyébként magam. Az is vagy, persze. Igen. Vannak jazz formációk is, van ilyen, ami pop, meg ugye Group and Swing énekese is vagyok, most már majdnem másfél éve. Én nem tudtad. Ez nekem új információ, nem a Bálint az énekes, a Magyar Bálint? Már rég nem. Ja. Hát akkor Isten hozott a csapatban. Köszönöm szépen. De szóval ugye azért nyilván végigolvastam az első, nem tudom, 25 oldalt a Google-ban, hogy akkor Mujahid Zoliról mit írnak, de azt, hogy te a Group and Swingnek az énekese vagy. Lehet, hogy nincsen még jól kommunikálva, pedig... másfél éve? Közel 50 koncerten már túl vagyunk, igen. Igen, a Rékával Réka. Együtt? Milyen Rékával, én vagyok. És most jön ki a negyedik nagy lemezünk. Na, akkor erről is fogunk majd beszélgetni. Jó. Szóval hogy egyszer csak megfertőzött a pop, és akkor mégis benne valatán kicsit a swingben, meg a jazzben, az kb. Az egyik a másikba tartozik, és akkor ezek szerint neked ez a kettő vonal van a zeneiségedben? Tehát, hogy egy kicsit azért pop előadó is maradok, hiszen születtek ilyen dalaim, és most is születnek ilyen dalaim, de ugyanakkor kitekintésgyanát is azért, hogy a saját kis zeneiségemet, a zenéhez való hozzáállásomat tudjam fejleszteni, szélesíteni, kell a másik is. Kell a másik is. Ennél jobban nem is tudnám megfogalmazni. Ja. Telt múlt az idő, és akkor elmentél jazz irányba, meg elmentél swing irányba. Igen. Vagy az ugyanaz, igen, a másik a populárisabb irányba, és akkor jött neked egy ilyen pont az életedben, ami nem tudom, hogy saját állatározás volt, vagy valaki mondta, hogy akkor mi lenne, hogyha indulna a tehetségkutató műsorban, Zoli? Igen, hát egész pontosan most már ez nem árulok el nagy titkot, Péli Barnabás volt az, aki ugye a konzervatóriumban tanárom volt, hogy Lausmannban? Lausmann, így van, Barna volt.
És mondtam, hogy először szeretném elvégezni az egyetemet, és akkor majd később meglátom, hogy milyen irányba szeretnék tovább menni, viszont ő nagyon erősködött, hogy jelentkezzek, és végül is elmentem, és ez lett belőle. Te az elsőben jelentkeztél? A legelsőben. A legelsőben voltam. 2003-2004. Az már olyan régen volt. Nagyon régen volt. Hát az 15-16 évvel ezelőtt. Igen, egész pontosan 16 évvel kezdődött az egész nyáron. De és akkor oda mentél, hogy akkor Mujahid Zoli vagyok, tudok énekelni, tudok zongorázni, és akkor én majd elindulnék ebben a tehetségkutató műsorban. Először egy népdalt énekeltem, tisztán emlékszem a Madárka Madárka, rajta is van a különböző portálokon, és az alapján bejutottam a középdöntőbe, és annak idején ugye középdöntőbe 10 ember jutott be, amiből 2 jutott a döntőbe, tehát elég nehéz volt bejutni. És én a budapesti fordulót nyertem meg, egyébként 10-ként estem ki, viszonylag korán. Bevallom őszintén, hogy nem bánom, mert a Zeneművészeti Egyetemben voltak kötelezettségeim, és nagyon sok időt kihagytam. És ja, ott akkor azért... te még azt nem végezted el, akkor még akkor vettek fel? Pont akkor vettek fel, és ezért nem akartam jelentkezni, szóval ez nem volt túl szerencsés, így együtt, viszont jól alakult, hogy tudom, sok ember annak örülne, hogy haj, miért nem én nyertem meg, nem tudom, valahogy abban az életfázisomban sokkal fontosabb volt az iskola. És ezzel együtt, hogyha ezt így összepakolom, mindazt, amit elmondtál, igazából az, hogy ismerjük ma Mujahid Zolit, az annak köszönhető, hogy te ott benne voltál abban a bizonyos tehetségkutató műsorban. Nyilván azóta, hogyha nem jelentkezel oda és csinálod a kis életedet, akkor is eljutottál volna, lehet, hogy erre a szintre, magasabb szintre, alacsonyabb szintre, de ott azért nyilván megjelentél különböző médiumokban, és akkor ott az volt, hogy akkor onnantól kezdve viszont tudjuk, hogy ki az a Mujahid Zoli. Tehát, hogy az megadta a kezdőlökést. Meg, abszolút megadta. Lehet, hogy nem így szerettem volna, ha már visszagondolok, de ennek így kellett történnie. Hát vagy csinálhatod volna azt, hogy nem jelentkezel a tehetségkutatóban, nem elvégzed az egyetemet, beülsz egy szimfonikus zenekarba, és azóta is ott ülsz a zenekari árokban. Azt is lehetett volna, de azt nem én vagyok. Velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, tehát itt 95.8 Sláger FM-en Mujahid Zoli, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Mujahid Zoli, énekes, előadó, művész, nem sokára átavanzsálsz, hát így lelkileg, meg spirituálisan, meg hát ugye a színpadon szétsipállá, és lesznek sztárvendégek is, mert hogy nem egyedül viszed ezt a bizonyos műsort, erről is beszélünk nem sokára, meg arról is beszélünk nem sokára, hogy te lettél a Gruppenzwing férfi énekese, a Mihály Réka még mindig ott van, és akkor ezt most hagyjuk, viszont előtte térjünk oda vissza, hogy akkor egyszer csak jött egy másik ilyen, hát nem tudom, felvilágosodást talán nevezük így az életedben, amikor azt mondtad, hogy akkor kicsit nekem elég itt Magyarországból, voltam eleget itt, zenéltem eleget itt, akkor elhúzok egy olyan 2000-2500 km távolságra. Nem annyira messze, egy gyalogtáv. Persze, bármikor megteszem, naponta kétszer. Szóval Londonban éltél egy évig. Így van, kellett egy önismereti időszak az életemben, nagyon sok volt minden, és nem tudtam, hogy mi az én irányom. Tehát, hogy azért meg aztán után felgyorsultak az események, és tulajdonképpen amikor azt veszed észre, hogy mész fellépésről fellépésre, és nem tudod, ki vagy, nem is tudod, hogy élvezed-e ezt te, a te utad, és tulajdonképpen leblokkoltam, és úgy éreztem, hogy egy kiégés szindrómában szenvedek, és kell valami újítást csinálnom, mert ez így nem tesz boldoggá. Volt egy bevált életed, fellépésről fellépésre jártál. Nevezzük ezt munkának. Nevezzük ezt, nem tudom, egy bevált élet ritmusnak, és akkor egyszer csak azt mondtad, hogy köszönöm szépen, én most ebből kiszállok, vagy azt mondtad, hogy egy kicsit szeretném felfüggeszteni, nem tudom meddig, és majd jövök, és folytatom, és akkor már megvolt a terv, hogy akkor veszek egy repülőjegyet, és Londonban elkezdek valamit csinálni. Igen, volt egy tehetségkutató Londonban, hát brit, elég nagyszabású, ahol ez a talent. Nem. Lehet mondani, hogy persze. Mi volt az? Hát az ott a X-faktor. Ja. Gondoltam, hogy megpróbálom. És két fordulón bejutottam, így van. Két fordulóig bejutottam, és utána pontosan tudták, hogy ki vagyok, és megmondták, hogy nincs esélyem ott próbálkozni, ami nagyon-nagyon mélyen érintett. Várj, azt mondtad, hogy tudták, hogy ki vagy. Honnan tudták, hogy ki vagy? Hát szépen beírták a nevemet. Ja. A Google-ba, és onnantól kezdve... Mondták, hogy videoklipjeim vannak, látták, hogy ott a helyi tehetségkutatómat tűntem fel, így valahogy nekik ez nem izgalmas. Egyébként több magyar előadótól is ugyanezt hallottam, akik megpróbálták. Így én úgy döntöttem, hogy attól függetlenül, hogy ez egy kudarcként élem meg. Képzeld el, hogy nagyon mély ponton voltam, amikor harmadik fordulóra kivágtak. Elmentem egy ilyen pékségszerű dologba. Bakeryba, igen. Szóval városában is. És képzeld el, hogy a végén, amikor kérem a számlát,
ettem rántottát, nem tudom, croissant, stb. Kávét ittam. Kijött a pincércsaj, és annyit mondott, hogy köszönjük szépen, minden fizetve van. És mondtam, hogy ki fizette ki. És kiderült, hogy a menedzser, hogy magyar, megismert, és nagyon örült, hogy megismerhetett. És akkor kértem, hogy jöjjön már oda. És végül is vele indult el ez az egész londoni sztori, mert mondta, hogy egy pár napig lehetek nála. Nyilván, amikor már megismertem. És ezért kellett ez a kezdőlökés, hogy én kimenjek. Mi az, hogy lehetek nála? Tehát, hogy azért mentél ki, hogy akkor ott egy tehetségkutatóban megmutasd magad, hogy hát... Azon már elég túl voltunk. Azon már túl voltál, és igen. Akkor elkezdtél dolgozni valahol? Nem. Hát nyilván volt spórolt pénzem, és az volt a célom, hogy elkezdtek... Hogyha nagyon sok spórolt pénzed van, akkor egy hétig jó vagy. Hát igen, de hát azért... Na, hát azért próbáltam spórolni. Különböző munkákat azért bevállaltam, de nem azért mentem, hogy most tényleg nem derogál a munka, egyáltalán nem, mert csináltam mindent, de én bevallom, hogy nem takarítani mentem ki, hanem egy picit magammal lenni, és rengeteg castingra jelentkeztem, zenés. De akkor nem volt ez a klasszik, hogy elmentél, nem tudom, gyerekfelügyelőnek, vagy akármilyen várba, felszolgálónak, pultosnak, hanem hogy akkor ott próbáltad ugyanazt az életet, csak... Nem ugyanazt az életet, nyilván egy nagyon-nagyon alapéletet próbáltam, épp hogy fent próbáltam a tengerből kinyomni az arcomat, hogy levegőt kapjak, de ez kellett ahhoz, hogy az az ember vagyok ma, aki itt ül veled szemben. Csináltál ott különböző munkákat, és hát egy évig voltál kint. Nem volt semmikor olyan lehetőséged, vagy ez alatt az egy év alatt nem volt olyan, hogy azt mondtad volna, hogy akkor itt most ez a lehetőség pont az, hogyha ezt megcsinálom rendesen, vagy ezt végrehajtom, oda jelentkezek, akkor itt elindulhat valami, akár Londonban is. Mert egyébként, tehát, hogyha ott vagy már Londonban, ami a zene egyik fellegvára bázisa, hogyha ott összejön valami, akkor 2 nap múlva te már világsztár vagy. Hát azért nagyon leegyszerűsítve ez. Hát nagyon. Ed Sheeran is így kezdte, ott utca zenélt valahol a Piccadilly Circus-en. Igen. De Ed Sheeran ugye egy brit származású, én meg nem. És azért az sajnos meg van bélyegezve, tehát hogyha nem beszélem tökéletesen az angol nyelvet, mármint az anyanyelvi szinthez, tehát a brit akcenter, ugye, akcentussal, akkor azért sokkal nehezebb a beilleszkedés. Bevallom őszintén, hogy rengeteg klubban jártam, voltam egy olyan klubban, ahol szól zenéket énekeltem, és keblükre emeltek, és jöttek oda, hogy úristen, ki vagyok én. Voltam jazz klubban is, ahol saját zongora kísérettel előadtam egy pár jazz standardet, és állva kiabálták a nevemet, Zoli. Szóval azért ezek olyan dolgok, amik nagyon inspiratívok, illetve még volt egy, ami a non plus ultra, bejutottam egy jazz klubban, ahol jams sessionként, tehát improvizációként egy Grammy-díjas jazz énekesnek, egy brit jazz énekesnek énekelhettem, és később oda jött hozzám, és annyit mondott, hogy nem tudom, hogy te ki vagy, de nagyon nagy jövőt jósolok, és nyilván azért ez egy elég fontos része volt, tehát 2 hónapig csak repültem, hogy egy szakembertől egy ilyen visszaigazolást kapok. Jut eszembe, azt értem, hogy azt mondták, hogy Zoli, de a vezetéknevedet hogy mondták ki? Egyébként nagyon, ugye a J, az Magyarországon rontják el mindig, hogy Mújahíd, meg Mújahídé, meg nem tudom, hogy miért ott raknak bele. Mondják. Hogy? Ott az J-nek mondják. Az J-nek, tehát Mujahid. És akkor pontosan tudták, hogy pontosan tudják. Hát rengeteg indiai és pakisztáni élként, szóval ez nem volt. Különböző klubokban énekeltél, még egy Grammy-díjas énekesnek is, aki megdicsérte azt, hogy te ott mit csinálsz, és akkor ez úgy történt, mint a CBGB nevezetű filmben, vagy klubban, ahogy történt, hogy akkor oda jöttek a feltörekvő énekesek, zenészek, hogy akkor mi vagyunk, itt egy kis demo, és akkor holnap este már zenélnénk is? Bárcsak így lett volna, nem, de spontán dolog volt. Neki a nagy teremben ugye volt jazz koncertje, és akkor jazz koncert után ő ment lélegezni, ahol én lehetőséget kaptam énekelni egy jam session keretben. Eltelt egy év, kint voltál Londonban, és akkor utána nyilván volt egy ilyen felismerésed, amikor azt mondtad, hogy most már elég a fish and chipsből, én most már töltött káposztát szeretnék. Hát azért nem rajongok annyira, inkább mondjuk, hogy egy jó vörös boros marhapőrit. Tehát, hogy hazajöttem, igen, és... De miért? Megismerkedtem egy jazz klubban egy amerikai producerrel, akinek nem ez volt a fő hivatása, viszont akart velem foglalkozni, a Magyarországra jött, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni, még angol nyelvű dalokon. És végül is ez hozott engem egyenesben. Nem tudtunk hosszú távon együttműködni, mert abszolút más volt a nézet.
és más irányba szerettünk volna menni, viszont ő adta meg ezt a kezdőlökést, hogy akkor hazajöjjek és kezdjek el zenélni. Egyre jobb felkérések jöttek, tudtam, hogy ki vagyok, mi az én irányom és merre akarok menni. Mindjárt visszatérünk a zeneiségre, de még előtte vissza a gasztróhoz, de az a srác vagy, aki ugye hát alapvetően Pakisztánban született, ott azért kicsit más a konyha, mint Magyarországon, ugye, és Angliában is kicsit más a konyha. Jó, hát az egy multikulti világ, és ott mindenhez hozzájutsz, de nem volt elég már az utolsó időszakban abból, hogy akkor megint fish and chips, megint fish and chips, megint... Én sose ettem fish and chipset, tehát hogy ezt most te mondod. viszont én nagyon sok indiai étteremekben jártam, és megtaláltam azokat a kiskapukat, hogy hol lehet olcsón jót enni, vagy ugye különböző kuponok vannak, hát nyilván az ember legyen élelmes és raffinált, és éljen ezekkel a lehetőségekkel, így féláron tudtam nagyon sok helyen enni, minőségi olasz étteremben is, hát rengeteget főztem, ugye. Szóval... Erre majd később kitérünk, hogy mi az a főzés neked, ez a kattanásról. Szóval velem szemben a stúdióban, a mai Slágerkultban, itt a 95.8 Sláger FM-en a srác, aki jobban szereti a vörösboros marhapörköltöt, mint a töltött káposztát, a fish and chipset pedig nem. Mudzsahid Zolival beszélgetek, jövünk vissza hamarosan és folytatjuk. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Mudzsahid Zoli, énekes és előadó művész. Azért, mint arról beszéltünk, hogy egy évig ugye Angliában éltél, ott énekelgettél, egy tehetségkutató műsorba is próbáltál bekerülni, de ott már pontosan tudták, hogy ki vagy, és azt mondták, hogy ilyen előélettel nem biztos, hogy ezt kellene. Aztán elég volt már az ottani nagyon jó minőségű olasz kajákból, és akkor azt mondtad, hogy akkor most már hazajönnék, mert egy vörösboros marhapörköltöt szeretnék a saját konyhámban csinálni. Te szeretsz főzni állítólag? Nagyon-nagyon szeretek főzni, mostanában egy ritkábban. Ez attól függ, hogy mennyi időm van rá. De szeretek. És hogyha van... És a vörösboros marhapőribe, a nyílt lángomban is, bográcsban, abban tényleg nagyon jó vagyok. Igen, azt mondjuk egy ilyen, nem tudom, lakásban a 6. emeleten nem biztos, hogy jó nyílt lángon. Hát, erkélyen. Ez panelbogrács. Azt én is szoktam, csak mondjuk én slampuszot csinálom. Örülnek is a szomszédok, amikor lehet érezni, nem tudom, 11 magasságában, hogy na, ez még mindig csinál valamit. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyszer csak, nem tudom, talán 2 évvel ezelőtt fogtad magad, és azt mondtad, hogy akkor szeretnék csinálni egy olyan emlékestet, ami Széchy Pálhoz kapcsolódik. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, nem saját ötlet volt. Tulajdonképpen Megasztár óta folyamatosan Széchy Pálhoz hasonlítanak, én pedig sokkal inkább közelebb álltam Máté Péter zenéjéhez, mert amikor Magyarországra jöttünk, az ő zenéje fogott meg. Igen, tehát hogy 3-4 évvel ezelőtt, amikor legutóbb megállítottak, tehát 4 évvel ezelőtt Széchy Pállal, amikor is vettem egy nagy levegőt, hogy mi lenne, hogyha én kipróbálnám magam ebben a szerepben, vagy a Széchy Pál dalaival, lehet, hogy jól állnának. És akkor elkezdtem mélegelni azt, hogy nekem vannak szimfonikus popdalaim, én mindig is szerettem a szimfonikus hangzást, tehát tényleg, tehát több dalt írtam, és tulajdonképpen telt múlt az idő, és rájöttem, hogy ez a stílus közel áll, mert megismertem Széchy Pál zenei világát. Jött egy felkérés Eger városában, hogy mi lenne, hogyha egy táncdalfesztiválon énekelnék táncdalfesztiválos dalokat, és ott döntöttem el, hogy jó, akkor ez egy tök jó teszt lesz, tök jó próba, hogy Széchy Pál dalokat szeretnék énekelni. Nagyon nagy sikere volt, és utána döntöttem el, hogy szeretnék egy egész estes koncertet. Mert ezek szerint akkor az még csak 2-3 dal volt, amit el kellett énekelni. Ott egy 5 darab dal volt, igen, ez egy ilyen gálaműsor volt, gálaműsor keretében. Nagyon-nagyon jól sikerült, és én is nagyon jól éreztem magam benne, és hangsúlyozom, hogy nem Széchy Pál vagyok a koncerten, hanem Mudzsahid Zoli, aki Széchy Pál dalokat énekel, ez nagy különbség. Telt múlt az idő, erre majd kicsit később visszatérünk, hogy mennyire alakulsz át, vagy nem alakulsz át, már mint Széchy Pállá. Telt múlt az idő, és akkor jött a felismerés, hogy szívesen csinálnál egy ilyen estet. Nem egyedül vagy benne, nyilván kellett hozzá, gondolom, legalább egy 1/2 év, mire összepakoltátok az egészet. És ott van a Vera is például. Így van, így van. Ugye ezt most úgy kell elképzelni, hogy szimfonikus kamarazenekar van mögöttem, minden élőben szól, meg kell, hogy jegyezzem, mert manapság ez nem mindig így van. És Tóth Verát kértem meg, aki egyben a barátom, és mi azért elég nagy múltra tekintünk vissza színpadi rutinilag is, és nekem fontos volt, hogy egy megbízható ember álljon e mögött, mivel Széchy Pál és Cserháti Zsuzsa is, nem tudom, hogy mennyire tudott, hogy Széchy Pál fedezte fel Cserháti Zsuzsát annak idején. Most nagyon furcsán nézel rám. Valami titkos szerelem is volt köztük. Így van, így van, így van. Az egy másik együttes dal, a titkos szerelem. Nem is nagyon ez a lényeg. Másik, igen. Jó, és akkor ezek szerint a Vera is megjelenik egy-két dalban. Úgy, hogy akkor duettet énekeltek, vagy ő Cserháti Zsuzsa dalokat énekel? Cserháti Zsuzsa dalokat is énekel,
duettet is énekelünk, és most először lesz egy olyan pici blokk, nem árulok el nagy titkot, amikor egy picit a saját világunkból is sikerül megmutatni. Az azt jelenti, hogy akkor saját dalok is lesznek. Így van, ami bele lesz így rakva. Két szépen. Évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt indult a történet, és akkor most hol állunk? Ugyanazok a dalok előkerülnek, vagy hát azért a Széchy Pál életmű, illetve a Cserháti Zsuzsa életmű elég nagy. Tehát elég gondolom, nagy. Vannak még olyan dalok, amiket nem vettetek még elő. Így van, így van. Hát nyilván ugye tavalyhoz képest lesznek más dalok is, és folyamatosan azért változtatni kell a dolgon, ugyanis nem lehet többször. Szóval szerintem nagyon egyedi koncert lesz, és hát a Verával, ugye, amikor elénekeljük a duettet, általában az szokott lenni a koncert non plus ultrája, mert olyan energiák uralkodnak. A Széchy Pál emlékest az azt jelenti, hogy akkor dalok elejétől végéig, nem tudom, egy szünettel vagy szünet nélkül, hiszen ugye amíg te, nem tudom, átöltözöl, vagy kicsit felfrissíted magad, addig a Vera például tud énekelni, vagy sztorik vannak, vagy nem tudom, levélrészletek, naplórészletek vannak. Ez az első verzióban, a tavaly verzióban voltak, viszont most sokkal inkább koncertszerűbbre szeretném csinálni. És akkor itt a kérdés, amit nem tettem föl, de azt mondtam kb. Egy-két perccel ezelőtt, hogy visszatérünk. Ezek szerint akkor, amikor te felmész a színpadra, Zoliként, akkor Mujahid Zoliként is vagy a színpadon, és nem alakulsz át, nem változol át Széchy Pálnál. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Igen, tehát hogy jó, tehát Mujahid Zoliként vagyok a színpadon, viszont annyira sok a hasonlóság, hogy Széchy Pál is állhatna ott. Pedig nem. Olvastam valahol, hogy egyszer-kétszer mentek ilyen koncert után oda hozzád, ilyen rajongók, hogy akkor, mint hogyha őt látták volna a színpadon. Erre te meg azt mondtad, hogy lehet, hogy van valami spirituális kapcsolat. Ez teljesen így van. Abszolút. Tehát hogy olyan dimenzióba kerülök, ami tulajdonképpen ez a két órás koncert, mint a két perc lenne. És nem értem, hogy már vége van. Tehát, hogy ezt máshol nem éreztem. Tehát, mintha belém költözne valaki, ami egyébként én vagyok, csak hogy egy megmagyarázhatatlan dolog. Nem vagyok egyébként ez a spirituális megfejtő. Igen, nem. Nyilván a zenében vannak dolgok, meg energiák. Én szerintem valahogy a kettő dolog nagyon működik együtt. Lesz tehát újra Széchy Pál emlékest, és ott lesz a Vera is, tudnélik a Tóth Vera. Ez volt az egyik része a zenei életednek, amiről kell beszélnünk. A másik része a zenei életednek, amiről eddig én nem tudtam, de most már igen, itt van az info, hogy akkor a Group and Swingnek te lettél az énekese. Így van, tavaly augusztus 5-e óta. Hát akkor több mint egy éve. Igen. Hogy jött a felkérés? Nagyon érdekes volt, Csík TV a zenekarvezetője megkeresett, hogy szeretne velem vacsorázni. Hát éreztem, hogy ebből valami lesz, tehát hogy csak úgy nem akarnak meghívni vacsorázni. Természetesen egy indiai étteremben találkoztunk, hát hol máshol. És feltette ezt a kérdést, hogy csináltak egy névtelen szavazást, hogy kit szeretnének, nagyon-nagyon sok ember volt a kosárba, és egyöntetően mind a 10 ember az én nevemet dobta bele. Leszámítva a Rékát, aki azt mondta, hogy én nem vagyok hajlandó énekelni a Mujahid Zolival. Nem, ő is mellettem. A Rékával mi már évek óta egy jó barátságot ápolunk, majd a Romhányi Áron, a párjával. Voltunk együtt Amerikában is négyesbe a Verával, Tóth Verával velük, Kaliforniában tavaly előtt, szóval egy lelki része az így megvolt. Viszont van egy külön formációnk, ahol Péri Barnabás volt az énekes, Roadkill Café, nem tudom, hogy ez mennyire ismered, ott is én vagyok az énekes, és a Rékával már többet koncertettünk együtt, és így Réka is tudta, hogy jól kijönünk együtt a színpadon. A Group and Swing az már évek óta egy bevált együttes, tehát hogy nyilván van már sok lemez mögöttük. Bekerültél oda, és hát nyilván nem ismerted az összes dalt, az összes anyagot, tehát hogy az volt, hogy akkor nyilván volt három hónapot, hogy akkor... Megtanuljam, ugye a két lemez Gáer Bálinttal van, utána a harmadik lemez Magyar Bálinttal van, és tulajdonképpen ezeket a dolgokat kellett megtanulnom, viszont én ugye azért húztam egy nagy vonalat, hogy nyilván, hogyha igent mondok, akkor meg kell csinálnunk a negyedik nagy lemezt, ami rám épül, és ez nem sokára megjelenik, mert hogy már kész van. Ezek szerint jön nem sokára egy Group and Swing album, amiben már te vagy az egyik énekes, és nyilván a Mihály Réka a másik énekes. Tehát, hogy ez is van neked az életedben, és akkor itt a következő kérdés. Szóló projekten mi újság? Szóló projekttel az az újság, hogy most abszolút a Széchy Pál irányában megyek, és írtam olyan dalokat, amit szeretnék két éven belül lemezre venni, ami szimfonikus popzene. Magyarországon ez nem nagyon létezik, és rájöttem, hogy... Az mi az, hogy szimfonikus popzene? Mind a Tánzal Fesztivál, csak mai hangzásban. Aha, értelek.
Tehát egy nagy ívű dalok, romantikus dalok, lehet, hogy a mai fiatalok körében ez ciki, hogyha valaki kimutatja az érzelmeit, vagy hogy nagyon megvan valami énekelve, viszont én ezen az irányon szeretnék tovább menni, és úgy érzem, hogy ez az én utam. És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, ez már kicsit távol áll a zeneiségtől. Barista tanfolyamot elvégezted már? Ezt szeretném végezni, viszont egy autodidakta barista tanfolyamot otthon elvégeztem egy magam, és nagyon jó kávét főzök. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot. Nagyon szépen köszönöm én is. Ennyi volt már a Slágerkult, tehát itt a 95.8 Sláger FM-e Mujahid Zolival. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak az elmúlt egy órában. Szani Rolandot hallották, viszont hallásra, viszont látásra.